Köszöntöm a Városi Televízió nézőit. Tudják, ez az a hétfő, amikor nem futballmeccs van, hanem helyette beszélgetünk. Elsőként Béres Jánossal, a For Fight Kickbox Club vezetőjével. A közelmúltban ért véget Pozsonyban a Kickbox Junior világbajnokság, és ha minden igaz, akkor sokan voltatok ott a Moson-Magyaróvári egységből. Hogy sikerült ez a verseny? Üdvözöllek és a nézőket is. Igen, hát nemrég ért véget a világbajnokság. Moson-Magyaróváron 3 emberke volt, úgyhogy összességében a világbajnokságon tényleg nagyon sokan voltak. Most nem tudom, hogy ez helyi viszonylatban a 3 válogatott sportoló az soknak vagy kevésnek számít, de egy klubtól szerintem nem olyan rossz. Hát hogyha egy helyi klub ad a magyar válogatottba 3 versenyzőt, az mindenféleképpen szerintem pozitívum, és a ti klubotok meglehetősen erős ebből a szempontból, ugyanannyira, mint a magyar kickbox sport, ahogy ezt tudjuk. Mennyien voltak úgy összességében Pozsonyban? Mekkora rendezvény volt ez? Egy nagyon-nagyon nagy rendezvény volt. A hivatalos indulók létszáma 1570 fő volt. Ami azt jelenti, hogy több napos rendezvényről volt szó? Egy egész hetes rendezvényről volt szó. Vasárnap kezdődött a mérlegeléssel, és egy hét múlva szombaton fejeződött be a döntőkkel. Milyen súlycsoportokban és korosztályokban voltunk érdekeltek? Ez a versenyzők milyen korcsoportúak voltak, és kik voltak? A versenyzőink mind a 3 kadett egyes korcsoportban volt. Ők a legfiatalabbak, akik versenyezhetnek nemzetközi szinten. A kadett egyes korcsoport. Ez évre mennyit jelent? Azt mondja, hogy 11-12-13 éves korig tart ez a kadett egyes korcsoport. Itt ezen a világbajnokságon, tehát kadett egy, és akkor abban 11-12-13, és csak a súly számít. Így van. Aha. Utána jön a kadett kettes korcsoport, a 14-15-16 évesek, majd pedig a junior. Uh-huh. Úgyhogy ez egy ifjúsági világbajnokság volt. A fiúk közül 2 versenyzőnk volt. 42 kg-ban Bednanics Dominik, plusz 47 kg-ban Zsuganics Attila, a lányok közül pedig plusz 47 kg-ban Molnár Anna. Akik követik a sportágat és a sportágban történt eseményeket, azok tudják, hogy talán a Bednanics Dominik neve a legismertebb közülük. Kezdjük az ő értékelésével. Igen, őről lehetett a legtöbbet hallani, ugyanis 3 közül talán ő az, aki a legrégebb óta csinálja itt a kicsik közül. Ha nem tévedek, talán 4-5 éve jár hozzánk edzésekre, és őnek elég jó versenyeredményei vannak. Kétségtelen, hogy ebbe a korcsoportba azért a 42 kg egy rendkívül nehéz súlycsoportnak számít, ugyanúgy, mint ahogy a 37. Kiindulva az ilyen évjáratú gyerekeknek a súlyából, ez a standard, ebben vannak a legtöbben. Hát ez mutatkozott őnáluk is, ugyanis 32-es tábláról indultak. Ami azt jelenti, hogy volt legalább 4 meccse, sőt 8. Lett volna a döntőig. Négy lett volna a döntőig, ugye? Ha jól számoljuk, akkor igen. Szóval akkor hogy alakult Dominik Mese? Ő a legjobb 8 közé jutásért kapott ki a tavalyi Európa-bajnoki bronzérmes bulgár versenyzőtől. Jó kis bunyó volt, de a bulgár jobb volt. Akkor nem is miről beszélni ezon. Tehát jobb volt a bulgár versenyző. Dominiknek rengeteg aranyérme van különféle országos versenyekről, nemzetközi versenyekről. Benne van az a lehetőség, tehetség, mint Völgyi Erikbe adott esetben? Mindenkiben benne van a tehetség, mert akiben nincs benne a tehetség, az már nem fog eljutni ilyen szintre sem, hogy kikerüljön nemzetközi szinten. Akkor így kérdezik, lehetett volna jobb a mostani VB-s szereplése Dominiknek? Ez egy érdekes kérdés. Az eredménye lehetett volna jobb, ugyanúgy, mint minden egyes sportágban, minden egyes súlycsoportban vannak könnyebben, meg nehezebben verhető ellenfelek. Hát az ő ágára most a sorsolás Isten igazándiból a nehezebb embereket hozta. Uh-huh. Jó, hát akkor van még 2 versenyző, az Anna és a Zsuganics Attila, ugye? Így van. Attilával folytassuk akkor. Attilának is jó volt a teljesítménye, ő is a legjobb 8 közé jutásért szenvedett vereséget egy szlovén versenyzőtől. Hát Attila ő a súlycsoportjában alacsonynak számít, a szlovén versenyzőnek körülbelül a mellkasáig érhetett. Jó kis meccs volt, ott is kellett volna még egy pici többlet ahhoz, hogy túlmenjünk a szlovénen. És Anna, hogy szerepelt a lányok között? Annának az eredmény beszél magáért, ő neki ezen a versenyen világbajnoki bronzérem jött össze.
úgyhogy csapatunkból ő a dobogóra állhatott. De nem egy kicsúszott eredmény, úgy mondod, hogy összejött, gondolom azért nem. Annának jött össze a csapatból az eredmény. Aha. És a dobogós eredmény. Nagyon ügyesen bunyózott, nagyon taktikusan végigbetartotta az edzői utasításokat, és ez meg is látszott, és meg is tudta csinálni. Mennyire voltál elégedett a versenyzőiddel a verseny után? Versenyzőkkel elégedett voltam. Isten igazándiból látszott rajtuk, hogy a felkészülés során megtettek mindent. Látszott a versenyen is, hogy maximálisan megpróbálják megcsinálni a dolgokat, de van olyan, amikor van az ellenfél, aki adott esetben egy picikét jobb. Mi a véleményed általában a világbajnoki szervezésről? Milyen volt az az egy hét Szlovákiában? Nem tudom, ti mennyit vettetek részt ebből. Kint voltunk egész héten. Isten igazándiból végig kint voltunk. Ugye azt tudod, hogy te bíró is vagy ilyen versenyeken. Most is részt vettél? Bíróként részt kellett volna vennem, de inkább a versenyzőkkel való foglalkozást választottam. Úgyhogy ezen a versenyen kimaradt nekem a bíráskodás. Ilyenkor azért nem árt a bemelegítésre, meg mindenre oda koncentrálni maximálisan, ugyanis ezért dolgoztunk egész évben, meg egész nyáron. Ha viszont ebből az aspektusból nézzük, akkor ez a két 16. hely? Vagy hogyan fogalmaznátok ezt? Hát mondhatjuk úgy, hogy a legjobb 16 között. A legjobb 16 közé jutás, illetve az egy bronzérem nem karcsú egy kicsit a te olvasatodban? Lehetett volna jobb eredmény is, de persze, hogyha nem aranyérem, akkor mindig lehetne jobb is. Igen, mert ugye annyi aranyérmet szoktam meg tőletek, majd lehet, hogy a nézők is az aranyéremekre emlékeznek jobban. Na de vissza akkor erre a millióre, szóval milyen volt amúgy a színvonal a világbajnokságnak? A világbajnokságnak a színvonala rendkívül magas volt. 1570 versenyző az önmagába tükrözi, hogy egy nagyon-nagyon jó színvonalú versenyről beszélhetünk. Minden ország súlycsoportonként, ifjúsági kategóriába, szabályrendszerenként két versenyzőt indíthat. Tehát ez már alapból egy szűrés. Amikor egy országból csak a két legjobb juthat ki a súlycsoportba, itt azért kicsi a lehetőség arra, hogy mondjuk azt, hogy két ballábasokba fusson bele az ember. Szemikontaktban versenyeztek. Így van, szemikontakt szabályrendszerben versenyeztek. A magyar válogatott alapvetően hogyan teljesített, nyilván ott voltál a közelében? Szabályrendszerekben elég nagy volt az eltérés. Ami kimagasló volt a magyaroknál teljesítményben, az a szemikontakt és a lájkontakt szabályrendszer. A ringes szabályrendszerekben már eléggé alul maradt a magyar mezőny. Igaz, hogy az magyar részről nem is indított annyi versenyzőt, mint a tatami sportágak, a személy és a light contact, de a ringeseknek sem volt könnyű dolguk. Volt-e bármilyen értékelés a szakszövetség részéről a világbajnokság után? Hogy értékelték? Ez az értékelés ez mindig évvégén szokott megtörténni az éves közgyűlésen, úgyhogy eddig még nem volt. Ez majd decemberben fog megtörténni. Beszéljünk a Four Fight-ról. Hány éve vagytok moson Magyaróváron is? Most egy picit gondolkodnom kell. Hát az edzéseink az 7-8 éve folynak itt. A klub győri színekbe indultak itt a versenyzők, aztán fontosnak éreztük, hogy egy helyi klubot hozzunk létre. Úgyhogy a helyi klub most már 3-4 éve üzemel. Hány versenyzőtök van, és hányan vannak közülük, akik ilyen professzionális, magasabb szinten űzik a sportágat? A magasabb szintű versenyzők közül 4-5 embert tudunk megemlíteni, akiket már a helyi médiából megismerhettek. Ugye Völgyi Erik az év férfi sportolója. Így van, aki az elmúlt évben az év férfi sportolója címet kapta meg, akkor a fiatalok közül Dominik, Attila, Anna és Jászmin. Van mód arra, hogy teljesen amatőrök is csatlakozzanak ehhez a kerethez? Persze, természetesen egy klubnak az életmaradásához szükséges, hogy folyamatosan új arcok jöjjenek le edzésre, hiszen azokból lesz az utánpótlás. Mennyire félelmetes sportág ez a küzdősportok között? Tehát aki most akar válogatni, azt szerinted miért a kickboxt válassza? Ez egy jó kérdés. Szerintem abszolút nem félelmetes. Ugyanis védőfelszerelésekbe dolgoznak az emberek. Első és legfontosabb szempont a testi épségnek a maximális védelme. A labdajátékokban sokkal több komoly sportsérülés történik, mint a kickboxban.
Jó lehet ez egy második sportágnak is? Tehát valami mellett még egy ilyen fajta küzdősportot csinálni? Belefér, de aki valamit el akar érni benne, az egy dologba kell, hogy professzionális legyen. Tehát én azt mondom, hogy itt kickboxon belül is a szabályrendszerek már annyira szétváltak egymástól, hogy ami ezelőtt 10 évvel volt, az nem egy olyan hosszú távlat egy sportág életébe. 10 évvel ezelőtti időpontban voltak emberek, nagyon sok ember volt, aki adott esetben több szabályrendszerben nagyon jól tudott teljesíteni, nagyon eredményes volt. Most már ez rendkívül szétvált, nagyon szakmai specifikus lett. Szabályrendszerenként teljesen megtörtént a szétválasztás. A polihiszterokkor. Hát ez most már ez lejárt. Ott is lejárt. Annyit mondjuk meg, hogy mikor és hol vannak edzések? Edzéseink a kezdőknek hétfő-szerdán 5 órától vannak a Four Fight Centerbe. Itt Óváron a Mediterrán lakóparkban, Kökény utca 9 szám alatt. Mi a következő versenyterv? Lesz-e még idénre valami fontos dolog? A nagy versenyek azok már lezajlottak. Első fél év az Austrian Classic Best Fighter, mi egymás. De lesz most még egy 2-3 darab ilyen közepes, vagy annál nagyobb verseny. Lesz Szlovéniában, egy Horvátországban lesz egy verseny decemberben, akkor még Szegeden lesz egy nemzetközi verseny, a Mikulás Kupa, az is decemberben. Hát akkor én azt mondom, hogy szerintem fogunk még veled találkozni itt a télvíz idején, január környékén, akár egy évértékelés, akár ezekről a versenyekről egy összefoglaló beszámolóra. Véres János, köszönöm, hogy itt voltál a stúdióban, és megosztottad velünk a világbajnokság híreit. Önöknek azt mondom, hogy ne menjenek még le a kickbox teremben, hanem maradjanak velünk, hiszen van még egy vendégem a mai műsorban is. Vajtó Zoltán helyet cserélt Béres Jánossal, őt köszönhetem a stúdióban. Az elmúlt hétvégén a regionális asztalitenisz versenyt rendezett Mosonmagyaróvár, egészen pontosan a házigazdája az MTE asztalitenisz szakosztálya volt, aminek te vagy a vezetője, de azt mondtad, hogy ez igazából egy regionális rendezvény volt, és mivel regionális vezető is vagy, így hoztad ide Mosonmagyaróvárra a versenyt. Milyen torna volt ez? Ez Nyugat-Dunántúli régiónak egy zárt verseny volt. Kétfajta versenytípus van, a régiós lebonyolításban van egy nyílt, ahol gyakorlatilag elindult bárki. Itt viszont csak kimondottan 3 megyének a versenyzői indulhattak. Tehát nem meghívásos alapon attól zárt? Nem meghívásos, bárki elindulhat nyilván, akármilyen szintű játékos. Újonc, serdülő, ifjú, felnőtt verseny. Tehát teljes mezőnyt átfogt ez a rendezvény. Jó, mennyien jöttek össze Mosonmagyaróvárra? Mennyire volt népszerű a versenyetek? 25 induló volt a felnőtt férfiaknál, felnőtt nőknél egy sem volt. Ez érdekes dolog, a 3 megyében összesen 2 női csapat létezik, és hát ugye olyan kevés volt a nevezők létszám, hogy ezt a versenyszámot így nem rendeztük meg, mert nem lett volna sok értelme. Az ifiknél is szintén elég érdeklődés volt, összesen 6 induló volt, viszont Serdülőbe és Újoncba ott már komolyabb mezőny volt, 20-20 fő körül volt a létszám. Kétnapos rendezvény volt? Kétnapos rendezvény, ugye 6 asztal áll rendelkezésünkre, az Újonc Serdülő versenyszámok voltak szombaton, míg másnap az ifi felnőtt, de hát fél 10-kor kezdődött, délután 4 órakor játszották a döntőket, és folyamatosan 6 asztalon ment a játék, elég szoros volt az időbeosztás. Beszéljünk egy kicsit a hazaiakról. Hogyan szerepeltek a mosonmagyaróvári pingpongosok? Örömmel mondhatom, hogy minden versenyszámból elindultunk, szereztünk érmeket. Az újonc lányoknál ugye Orossára hozta a kötelezőt, megnyerte a korosztályát, Serdülőben második lett, a Farkas Ezike, ő az újonc kettőben harmadik lett, az újonc összevonva, tehát egy ilyen nagyobb korcsoportban, 2 éve idősebbek közt ott második lett, ott még jobban szerepelt. Az orosz farkas páros bronzérmes lett, Horvát András egy celdömölki versenyzővel indult, és a második lett, míg a felnőtt mezőnyben az Antal Andorga páros lett a bronzérmes. Az aranyérmek azok nagyon távoliak voltak ezen a hétvégén? A felnőtt versenyszámban igen. A turiszt versenyzői itt voltak, ők az NB1-ben is egy kiváló csapat, ott közép mezőny, inkább talán még ott is előbbre igazából a célkitűzésük a dobogós hely. Ők eljöttek a teljes komplet csapat, a nagyon erős csapat. A férfi párosban ennek ellenére mondhatom azt, hogy a soproni párostól az Antal Andorga páros döntőszetben úgy kapott ki, hogy vezettek még 8-5-re. Tehát amit fordították már. Néhány poén hiányzott a sikerhez.
labdarúgáshoz van hasonlatom. Az asztaliteniszben mi a határozza meg, hogy ki az NB3-os és az NB1-es játékos? Na jó, nyilván, hogy melyik osztályban játszik. Tehát a gyorsaság számít fejben. Úgy gondolod, hogy milyen különbségek vannak? Igen, tehát hogyha a labdarúgást nézzük, akkor mondjuk megyei 3 és megyei 1 között, vagy följebb, inkább az erőnlétet és a sebességét a játéknak bírnám azt meghatároz, mint hogyha fokozatosan nagyobb. Ez igaz lehet? Van párhuzam. Minél följebb megyünk a pingpongba, színvonalban, annál gyorsabb a játék, és annál kíméletlenebb, hogy így fogalmazzak. Nincsenek igazán nagy labdamenetek már nemzetközi szinten, de NB1-ben is gyilkos erejű indítások vannak. Nagyon rövid szerva, azt azonnal indítják, és egy-két labdaváltás után általában be is fejeződik a labdamenet. Míg NB3-ban azt mondom, hogy nézőnek sokkal, de sokkal érdekesebb mérkőzések vannak, hiszen ott látványos nagy labdamenetek vannak, lassabb a játék. Sőt, NB2 és NB3, ezt tapasztalva tudom, hogy mi is megjártuk ezt, bizony ott is elég komoly differencia van. Nekünk is amikor feljutottunk NB2-be, kellett körülbelül egy fél szezon, mire úgy átálltunk arra, hogy itt bizony gyorsabban játszanak. Tehát akkor át lehet állni? Át lehet állni, azért önmagában nem elég az elhatározás, hanem azért az edzés munka is olyan. Na, kell, még vissza a versenyre, aztán beszélünk rólatok az edzésekről, hogy milyen volt úgy összességében, tehát a vendégek, hogy érezték magukat a versenyzők. Milyenek egyáltalán körülmények, mert állítólag jók a körülmények. Igen, igen, azt mondhatom, hogy ez a terem, ami az építő Kft. Tornacsarnok, és az Androka Szilárd üzemeltető, mint pingpongozó, most már több mint 10 éve, végig azon volt, hogy ezt lehetőleg valahogy úgy alakítsuk ki, hogy megfelelő legyen a pingpongra. Mit értek ez alatt? Hogy általában a falakat fehérre festik. Megvan ennek egyszerű magyarázat, jobban visszaveri a fényt, világosabb egy terem. Pingpongnál nem jó. Nem jó, mert egy háttér, egy világos háttért ad a játék közben, ami zavaró, mert eltűnik a labda a fehér háttér előtt, ezért a terem be van festve zöldre. Be van teljesen árnyékolva, olyan sötétítés van, hogy semennyi napfény nem jön be, hiszen az is zavaró. Ha csak nem olyan a megoldás, hogy mondjuk egy tetőtéri valami olyan nyílás van, ami szórt fényt ad, kevés helyen van ilyen. Tehát gyakorlatilag kialakította ő ezt igazából pingpongra, és jó a világításunk, 6 asztal kényelmesen, abszolút a megfelelő nemzetközi méretű játéktérrel elfér, picit a nézők szorosabban vannak, mert arra már nem nagyon maradt hely. De egy nagyon jó adottságú terem, kevés ilyen van, megmondom őszintén az országban. Tehát akkor a versenyzők is elégedettek voltak? Versenyzők elégedettek. És magamat dicsérve nagyon, nagyon flottul ment a verseny, tehát folyamatosan mind a 6 asztalon állandó mérkőzések mentek. Gyakran előfordul, van olyan probléma, megyünk mi is másra, vagy bosszankodunk néha, hogy viszonylag kevés asztalban mégis egy-kettőn áll a játék, nincsen mérkőzés rajta, és nyilván hosszabb ideig tart a verseny, elhúzódik. Számíthatnak még a mosonmagyaróváriak ilyen versenyekre itt a környéken? Hát ez a részben azon múlik, hogy döntök én is az ilyen régős versenyeket, illetve nekem is praktikusabb nyilván itt egy helyben egy versenyt rendezni, mint elmenni Nagykanizsára. De hát azért megvan a rendje ennek, és lesz, biztos, hogy lesz. Most már ebben a fél évben talán nem, de jövő tavasszal, tél vége fele biztosan lesz megint rendezvény itt. Viszont aki nyomon követ benneteket, vagy majd csak ezután fog, ugye azért hétről hétre itt az NB3-ban, sőt a megyei osztályban is érdekeltek vagytok, tehát azért minden második héten van legalább egy asztalitenisz part itt az építők csarnokban, ipartelepen. Mi van most az NB3-os csapattal? Azt mondtam, hogy volt egy jó igazolásotok, és egész tisztességesen szerepel a csapat. Sőt, csak a felét tudod, mert 2 jó igazolásunk volt. Úgyhogy 2 saját nevelési játékosunk visszatért hozzánk. Én nagyon örülök neki. Antal Imre, aki a Közgáz Egyetemre jár, és átigazolt a Közgáz csapatába, de fejlődése szempontjából úgy gondolta, hogy itt jobb, ha itt játszik, mert egy magasabb színvonal. És visszajött ifjabb Németh Péter, aki a Győri Elektromosban próbált szerencsét. Nagyon örülök mindkét versenyzőnek. 2 okból örülök, egyrészt most saját nevelésű játékosok, ismerem őket, másrészt tehetséges fiatalok, ez nagyon fontos, hogy 20 év, 20-22 év körül játékosokról van szó. Hogyan változott tőlük a csapatnak a játéka a bajnokságban? Alapvető problémánk azért eddig az volt, hogy elő játszottunk Andorka Vajtó, ugye
volt a meghatározott ember 70-80% körül teljesítménnyel, de hátul a harmadik-negyedik játékosunk az nem volt elég kiegyensúlyozott. Időnként jól nyertek partikat, időnként kevésbé, és így igazából a középmezőben tudtunk végezni. Szoros vereségeket szenvedtünk, meglepő vereségeket szenvedtünk, ha nem úgy jött ki a lépés a csapatnak. Most viszont 4 közel azonos játékerejű játékos van, ami nagyon kiegyensúlyozottá teszi a csapatot, és én úgy érzem, hogy nagyon komoly esélye van ennek a csapatnak, hogy megnyerje a bajnokságot. Cél is ez részedről? Abszolút cél lesz, hogy megnyerjük. Én nagyon bízom benne, hogy sikerül hozzá támogatókat is találni. Az NB3-at ezt talán a jelenlegi körülmények között meg tudjuk csinálni, de az NB2-ben merjünk álmodni merészet. Az a célunk, hogy ha már ezzel a fiatal két sráccal erősödött a csapat, megpróbálunk igazolni még egy olyan játékost első embernek, aki nem nagyon vesz egy partit az NB2-be, és bizony a célunk az, hogy az NB2-be menjünk tovább az NB1-be. Hát ez egy komoly szándék, és nyilván komoly elhatározás kell hozzá, nem csak, hogy benned megszületik, hanem a versenyzőid részéről is, illetve, hogy megtalálni mögé azt a hátteret, ami biztosítja a megfelelő versenyzést. Ilyen szerencsés helyzet, hogy ezek szerint így minden egymásra talált? Hát a kulcsszó volt, amit mondtál, igen. Megtalálni megfelelő támogatót, hát dolgozunk rajta. Én nagyon bízom benne, hogy emellé a dolog mellé fog állni egyrészt a város, másrészt pedig találunk egy olyan szponzort, akinek fontos lehet az, hogy legyen egy NB1-es csapata. Mert ez a cél. Azok a játékosok, vagy versenyzők, akik úgy visszaigazoltak, most a magyarra rájuk, ezek szerint hosszú távon lehet számítani? Én bízom benne, hogy igen. Abban is bízom, hogy ha följebb tudunk lépni egy osztályjal, és megfelelő támogatást szerzünk, végre nem abszolút amatőr jelleggel fogjuk ezt csinálni, tehát nem mi magunknak veszük meg a tornacipőt, meg az ütőborítást, hanem bizony tudunk már azért annyit adni a játékosainknak, akik hetente többször edzenek több órát, hogy legalább a felszerelésük ingyen legyen és az utazásuk, mert jelenleg azért olyan helyzet van, hogy bizony saját magunkat finanszírozzuk időnként. Hát ha hozod a témát, akkor vigyük is tovább. Milyen a mai magyar NB1 osztálytenészben? Lehet-e keresni valamit ott akkor ilyen rövid időn belül mondjuk? A magyar NB1 már jó. Ugye említettem a soproni játékosokat. Nincsenek annyira messze tőlünk azért. Főleg két fiatalra gondolok. Tehát ha beleérik ez a csapat, itt ugye amiről én beszélek, ez egy 2 éves időtartalmú dolog. Azért az rengeteg tapasztalatot ad egy fiatal játékosnak, és ugye egyre erősebb ellenfelekkel játszik. Én úgy gondolom, hogy jók lehetnek ők az NB1-be is egy hátsó, harmadik, negyedik embernek, de megkockáztatom, hogy 2 év alatt fejlődhetnek annyit, hogy talán még jobbak is lesznek, de az NB1-ben én további erősítésben is gondolkodom, tehát én hosszú távon úgy gondolom, hogy 2 ember kellene azért ide, és a meglévő csapattal variálnánk, és akkor lehetne egy olyan tervünk, hogy emellé még fölhoznánk a mai utánpótlást egy NB3-as szintre legalább. Tehát nem csak az egy NB1-es csapatunk lenne. Tehát akkor azt mondod, hogy Mosonmagyaróvárban benne van az a potenciális erő, hogy meghatározója legyen az NB1-es bajnokságban? Hát talán meghatározó nem, de egy biztos részvevője. Mennyi embert érdekel egyáltalán a sport szerinted? Tehát lenne rá kereslet? Tehát a nézők oldaláról gondolod, ugye? Igen. Mikor megfelelő propagandát csináltunk egy-egy mérkőzésnek, és amikor az NB3-nak megnyertük 2 évvel ezelőtt, akkor 70 nézőnk volt mondjuk egy mérkőzésen. Az egy szép szám, mert az egy megtelt a terembele. Tehát az egy olyan hangulatot varázsolt oda, hogy hihetetlen. Szóval az jó ám a hazai játékosoknak is, hogyha buzdítást kapnak egy-egy poén után, biztos, hogy ez egy-két poén előnyt jelent. Említetted egy szóval az utánpótlást, meg Orosz Sára nevét is, többször is találkoztunk ezzel a névvel, egy nagyon tehetséges utánpótláskorú, nagyon ifjú versenyző. Viszont aki most szeretne csatlakozni hozzátok, az hol teheti ezt meg és hogyan? Hát ahogy említetted, az Óvár építők csarnokában vannak az edzéseink, az a határőr 14 szám alatt található. Egyeztetni kell, igazából minden napot vagyunk, tehát hétfőtől péntekig. Igazából jelenleg most abszolút kezdődnek az edzésnapjuk, az a szerda péntek, és 4 órától vannak ők. Öröm egyébként, hogy ugye jött egy új oktatási rendelet, amelyik szerint hogy a kötelező testnevelés, és ennek hatására megjelentek nálunk fiatalok, ugye, mert el kell töltenünk, remélem nem csak eltöltik azt a
két órát, hanem aktívan foglalkozunk vele, főleg a Szilárd, és remélem, hogy ők is, ők közülük is páran majd ezt a sportágot választják, hogyha az első évfolyamot befejezik, és én bízom benne, hogy azért ez egy hosszú távon talán ad egy megfelelő utánpótlás bázist, mert ugye anyagból kell dolgozni, a kevesebb anyag, akkor nehezebb a dolgunk. Hát legyen így, és tényleg tudjunk beszámolni minél jobb és minél szebb hírekről. Vajtó Zoltánnak köszönöm, a tévénézőknek is, hogy minket választottak, mert tudják, hogy a sportot, hogyha nem csináljuk, akkor időnként beszéljünk róla, mert beszélni is jó a sportról. A viszontlátásra, a viszonthallásra.